Ünnepel a jásság, ünnepel a kunság címmel. A Fidesz képviselő csoportjából Pócs János képviselő úr jelentkezett napirend előtti felszólalásra. Parancsoljon képviselő, öné a szó. Elnök úr, tisztelt államtitkár urak, tisztelt képviselőtársaim! Ünnepel a jásság, ünnepel a kunság. Minden évben május 6-án, ezekben a napokban az egykori jászkunság területén emléknapot ünnepelünk. Május 6-án 2014-ben a Magyar Országgyűlés a Jászkun Redemció emléknapjává nyilvánította. Nagy ünnep volt itt a házban is. Dr. Szabó Tamás, jászsági képviselő, Jászberényváros polgármesterével előterjesztésünket a történelmi kis- és nagykunság akkori országgyűlési képviselői több mint 30-an írták alá. A plenáris ülésre elkísértek a jász polgármesterek, a jászkun kapitányok és feleségeik gyönyörű jászviseletben. Az előterjesztést a tisztelt ház egyhangú szavazattal fogadta el. Majd a levezető elnök köszöntötte a karzaton helyezkedő vendégeinket, és a képviselők vastapssal állva tisztelegtek a jászságot megjelenítő vendégek előtt. A parlament díszlépcsőjén a Jászmagyarok Együttes vezetőjének gitár kíséretében énekeltük el a Hazánk e Föld című dalnak egy verszakát. Nem akarunk más, csak élni, nyugovóra itt letérni, mi atyánkért, fiak értünk, megőrizni nemzetségünk. Tisztelt képviselőtársaim! 272 évvel ezelőtt, 1745-ben ezen a napon adta ki Mária Terézia azt a diplomát, melyben engedélyezte a jászok és a kunok önmegváltását. Negyedik Béla király óta a jászság, kunság és a nagykunság földje a magyar szent korona tulajdonát képezte. A király 1239-ben telepítette le az országba a bebocsátást kérő jászkun őseinket. Kiváltságos nemzetté tette őket, mint egy kollektív nemességet kaptak. A 150 éves török uralom megszűnése után veszélybe került a jászkun autonómia és a szabadsága. A kincstár üres volt. Elhatározták, hogy a korona uralma alá tartozó jászkunság területét pénzzé teszik. A szabad jászok és kunok gyakorlatilag jobbágycsorba süllyedtek. Eddigi kiváltságaikat és szabadságjogukat elveszítették. Őseink a küzdelmet nem adták fel, s végül megszületett a megegyezés. 1745. május 6-án aláírásra került a kiváltságlevél, melyben a jászkunok visszakapták régi kiváltságaikat. 580 ezer rajnai forint volt a váltságdíj, melyet megfizettek. Az összehasonlítás véget jegyzem meg, hogy ez az összeg az akkori Magyarország költségvetésével összemérhető nagyságú volt. A váltságdíj befizetésével három város, 22 község, 47 puszta és hozzátartozó 10 szállás felszabadult a jobbágyterhek alól. Megalakult a Jász, a Kiskun, a Nagykun kerület, melyek központja Jászberény lett. Heves és Pest megyéből ékelődve 9 területből állt. A jászkunság redemciója hazánkban 103 évvel megelőzte a jobbágy felszabadítást. Május 6-a emléknapa nyilvánításával a Magyar Országgyűlés tisztelettel adózik azon jászkun polgárok előtt, akik a magyar történelemben példátlan módon szabadságukat visszavásárolták. Tisztelt ház! Talán az évszázadok alatt soha nem köszönt úgy vissza a redemció üzenete, mint napjainkban. Mert bizony olykorban élünk, amikor vannak, akik azt hiszik, hogy pénzért lehet venni hatalmat, befolyást, tiszteletet és szeretetet. Vannak táskás emberek és vannak táskahordozók, akik komolyan hiszik, hogy a pénz hatalom, hogy pénzzel rombolni lehet ezer éves keresztény hitet, keresztény konzervatív erkölcsöt, világnézetet vagy egyenes tartást jelentő gerincet. Közben elfelejtik, hogy a táskás emberek semmit nem adnak ingyen, sőt, kamatostul veszik azt vissza. Hát legyen példa mindannyiunk számára, hogy a jászeleink egyszer már fizettek. Mi adtunk, mi értünk fizettek. Fizettek férrel és fizettek pénzzel. Jászok, kunok, magyarok, ma is példaként állhatunk a világ, Európa és számos ország előtt összefogásból, egységből, nemzeti öntudatból. Őseink küzdelme, a redemció, ma itt az országházban is kötelez bennünket. A mi felelősségünk, hogy majd a nyugodt lelkiismerettel adjuk tovább mindent, amint ereink ránk hagytak. Mi atyánkért, fiak értünk,
megőrizzük nemzetségünk. Elnök úr, a játkunság tiszteletét és köszönetét nyilvánítja ki a Magyarország gyűlésnek, mert támogatja az olyan megemlékezést, mely ősi szülőföld szeretetével, szabadság szeretetével, öntudatával kapcsolatosak. A jászok nevében köszönöm a ház megtisztelő figyelmét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Képviselő úr, az elhangzott napirendelőtti felszólalásra a kormány nevében Rétvári Bence államtitkár úr válaszol. Parancsoljon, államtitkár úr! Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház! Engedje meg, hogy megköszönjem és elismerésemet fejezem ki annak kapcsán, hogy önök a Jászság képviselő, Jász és Hun képviselők ezt a nagyon fontos évfordulót itt a parlamentben mindig megülik, ezt a témát mindig tovább viszik, mindig fenntartják. A magyar nemzet erősségének pontosan ez egyik záloga, ha mindenki a saját identitását magyarként, keresztényként, jászként, hunként megél, és itt erre a parlamentben büszkék vagyunk. És azt hiszem, hogy nagyon jó döntést hozott az országgyűlés akkor, amikor 2014. február 4-én elfogadta a képviselő által is említett deklarációt, hiszen ez azt hiszem, hogy sok későbbi eseménysorozat, ünnepség, szimbolikus értékű kezdeményezésnek az alapját tette meg. Hiszen a parlament kinyilvánította, hogy támogat minden olyan megemlékezést, minden olyan eseményt, amely a jászok és kunok ősi szülőföld szeretetével, szabadság szeretetével vagy öntudatával kapcsolatos. Már korábban, 1995-ben el is indult a jászok első világtalálkozója, amit azután is és azóta is minden évben újabb és újabb találkozó követ. Ez akkor a redemciónak a 250. évfordulóján volt, és azóta is évről évre ez mindig megvalósul. Az eltelt csak nem két évtizedben jászkapitány választás hagyományának felvételén túl még redemciós zászló, jász himnusz is megszületett, létrejött a jászok nagykönyve, amiben kiki a későbbi nemzedékeknek tud egy üzenetet tovább fogalmazni, illetve 13-tól ismét városi fenntartásban van a Jászberényi Jász Múzeum, amelyet még 1874-ben nyitottak meg. Ez is segítséget jelent az identitás megerősítéséhez és a hagyományőrzéséhez. Hiszen a jászok túl azon, hogy magyarrá és keresztényé váltak, megőrizték eredeti karakterüket, a 17. századra már teljes mértékben integrálódtak a magyarságba, de eredeti jász vagy kun mi voltukat mind a mai napig tartják, hiszen erről beszélünk ma is itt az országgyűlésben. Azt is mondhatjuk, hogy az integrációnak egy nagyon jó példája voltak, hiszen eredet mítoszok, népszokások mellett magyarrá és keresztényé tudtak válni. És azt hiszem, a szabadság szeretet az nem csak a magyaroknak, de hát a jászoknak is egy fontos identitási eleme, hiszen egy képviselő is visszautalt rá, 1745-ben saját pénzükön váltották meg magukat, mert bármilyen áldozatot vállaltak annak érdekében, hogy függetlenül, önállóan és ne a német lovagrendnek az uralma alatt kelljen, hogy éljenek, és így lettek Magyarországnak, a Magyar Királyságnak részei, és szabad polgárokként, gazdálkodó emberekként tudták a következő évszázadokat Magyarországon megélni. Ennek a kulturális örökségnek a bemutatásának is fontos része volt az, amit az EMMI és a Nemzeti Kulturális Alapprogram is támogatott a tavaly évben, amikor a Jászok című nagyszabású történelmi dal és táncjáték létrejöhetett. Ebben fontos része volt a Magyar Állami Népi Együttesnek, amelynek a táncművészei nagyban támogatták az előadás létrejöttét a Hagyományok Házával és a Nemzeti Táncszínházzal együtt. Ahogy mondtam, azt hiszem, a jászok példája jó példája annak, hogy a szabadság, a függetlenség mennyire fontos. Ez a korábbi századokban, 300 évvel ezelőtt persze a szabad költözködésben, a papok saját vezetők megválasztásában, a pallosjogban, az önálló bíráskodásban, a vám és révmentességben, illetőleg a országos közadó egyszeri megfizetésében és a 10 000 lovas katona kiállításában nyilvánult meg, mint jogokban és kötelezettségekben, de az ilyesfajta önjogúság, önállóság ma is ugyanolyan fontos mindenki számára, ezért is mondhatjuk, hogy jászok az egész világot is szinte behálózzák, de a szállásterületük a korábbi Dunatisze köze északi része, vagy az Zagyva folyó alsói szakaszán túlmenően ma már egész Magyarországra és az egész világra kiterjed. Minden évben nagyon szép ünneplést kívánok önöknek, és bízom benne, hogy a jászok is, és mindenki más, aki Magyarországon él, ezt a jó példát föl tudja mutatni, meg tud róla emlékezni, és a következő nemzedékeknek is tovább tudja hordozni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, államtitkár úr!